Hello, hello, sziasztok! Itt vagyok a következő City Skyline Industries résszel. Ez a részben ott fejeztem be, hogy szintet lépett a... Ez is jöhet végül is. Szóval szintet lépett a... farmom, és nem sok kell a következő szintlépéshez, és újabb dolgok nyíltak meg még hozzá. Farm worker barak, ami ugye növeli a termelékenységet 5%-kal egy barak, és minden egyes lerakott barak 5%-kal növeli, tehát három baraknál az már 15%, ezt mondjuk még ide rakom. Elvileg ilyet még nem raktam, legalábbis nem emlékszek rá, de viszont így, ha jól tudom, növekszik az emberek száma is, így van. 560 ember kell most már. Na. Így. És ezáltal kéne például növelni a termelékenységet, ami például médium földekkel is lehet, akár. Rakunk le mondjuk 3-at egyenlőre. Egy corn, egy cotton és egy wheat legyen mondjuk. Jó. De úgy látszik, megint hiányzik a víz, ugye a szokásos probléma. Így. Így most elvileg mindenhol lesz víz. Áram az is lesz majd hamarosan, de így ezáltal megint megnőtt szerintem az emberek igénye, mármint az ember igény, igen, 626 dolgozó kell, de miért áll meg az idő? Mindig megállítom. Tehát kéne egy kicsit foglalkoznunk a városunkkal is, hogy azt egy kicsit bővítsük. Ugye itt elkezdtem már kiépíteni ilyen utakat itt, meg hát erre is lehetne majd, de most annyira nem. Arra vagyok kíváncsi, igen, tudok venni területet. Na most azt kell megnézzem igazából, hogy hol milyen dolgokat tudok. Például itt tudok fakitermelést, itt tudok majd érceket kibányászni, de most a fakitermelésre fogunk rámenni, úgyhogy ezt a területet most egyelőre megveszem. És majd utána, hogyha később akarok bővíteni, akkor ezt. Olajat itt nagyon minimálisat ugyan tudok, de majd később ezt is lehet bővíteni. Most egyelőre akkor a fakitermelés az megy, és neki is állunk egy kicsit így, meghosszabbítjuk az utat. Egyelőre nem tudom, és ott van már vasútvonal is, az nagyon jó. Itt is van fakitermelés. El kell döntsem, hogy hol legyen hát itt természetesen itt lesz a nagyobb fakitermelés, ezt a részt hagyom inkább most egyelőre. Ezen a területen bőven elég lesz fakitermelés, mert akkor úgy sok lesz a dolog egyszerre. Így. Nem tudom, hogy itt, hogy haladjak. Mert ugye itt van ez az út. Hát mindegy, egyelőre. Meg ott a vasút is. Egyelőre lehet, meg kéne próbáljam nem hídon, hanem ilyen alagúton dolgokat. Most lehet, hogy itt átmegyünk. Így. Így. Jó. Mert ilyet még nem csináltam. És akkor erre jövünk. Egyelőre. Így. Így. És akkor ide bekötjük. Jó. Egyelőre. Ilyet még úgyse csináltam, ilyen alagúton mennek az autók. Nem hídon, hanem most alagút, ugye ezt a page down-nal tudjátok. És akkor kell embereket toboroznunk. Hát ezt én úgy gondoltam, hogy... nem, ennyire közel nem. Így. Így. Nem tudom, hogy így jó lesz igazából.
Így, egyelőre. Ezt itt beemberesítjük. Jó, víz az van. Úgy látom, el van látva vízzel. Úgyhogy park. Tudom, hogy kell építeni parkot is, és ezzel kapcsolatban is van egy újdonságom. Hát most egyelőre mennyi emberünk van? 3800. Következő szinthez 4000 kell. És akkor kapok újabb fajta utakat. A nagy hospitált, a nagy fire station, a police headquartert. És medium warehouse, busz, community. Ja igen, igen, igen. Tunic buildingek, ugye most annyira nem, monumentumok, hát ezeket, ja, ezeket kell leraknom, hogy tudjak ilyet rakni. Achievementek azok most nem érdekesek, úgyhogy kicsit kibővítjük ezt a területet. Oda rakhatunk parkot, na igen, és ez az, amiről szerettem volna beszélni. Megvettem a Park Life DLC-t, és ezáltal tudok city parkokat, tudok vidám parkokat, állatkerteket, illetve ilyen természeti csodákat lerakni. Ez mi? Park maintenance. Na jó, tehát most annyira nem kell. Na de most egyelőre csak lerakunk ide egy... Ez a baj, hogy ezek nagyok. Hát ide pont ide fér. Mekkora területet fed le? Ez egész jó. Ide rakok egy ilyen nagyobb parkot. Ide kéne egy ilyen kis játszóteret valahová, hogy azért itt is boldogabbak legyenek az emberek. De hát ott van. Akkor igazából nem értem, mi a probléma. Na mindegy, ide rakok. Ide az út szélére, de akkor nem kis vagy ezért, hanem egy nagy parkot fákkal. Hadd örüljenek egyelőre. És akkor emberesítsünk tovább, mert mindjárt ugyan megvan a 2000, vagyis hát a bocsánat a 4000, de kell még ember. Meg lesz a 4000, akkor újabb achievement, újabb pénz. És jól elküldtük, küldtük a pénzt. Mire is? A parkokra? Mire? Az utakra, igen, nagyjából az utakra küldtük el a pénzt. És itt majd csinálok egy ilyen bekötő utat, valahol, mondjuk itt. És nekiállok erdészetet csinálni, hogy abban is jön a pénz. Most igen, csak lement a vagyonunk. Az előző rész ugye 10-valahány ezres pluszából most elég jó mínuszba mentünk. Nem tudom, hogy sikerült így lemenni. Nincsenek. Ó, ide kellene. Nem jut el a kukás. Mennyi kukásom van? Ó, tele van mi? Nem, már ürítik. Ja, igen, és azért nem lehet. Hát akkor egy ilyet kell még leraknunk. Igen, lesznek új... töltöttem le modokat is. Lesznek új feldolgozó üzemek is. De... mi volt ez a lag? Ez a lag már megint. De egyelőre még csak egy ilyen feldolgozó van. Ezt ide rakom. Ja, vízre nem lehet. Hát akkor ide valahová. Hát ezt le kell bontsam. Mi van ott? Ja, ott vannak az erőművek. Akkor itt húzok egy kis utat. Így. Jobbá. Így. És ott pont nem lehet áthúzni. Miért nem? Oké, megvan a Buzzy Town. Ezzel most nem foglalkozunk egyelőre, átlapozunk. A következő a Big Town. Itt most nem kaptunk, ugye nem kaptunk területet. A következőnél kapunk ismét, de ezzel most nem igazán foglalkozunk. Arra lennék kíváncsi, hogy itt... Oh, de lehet, jó, király. Ide rakok egy... Megnézzük, hogy van-e már esetleg új. Nincs. Egyelőre ez van. Ez 24 000... szemetet dolgoz fel hetente, 12 kocsival dolgozik, ez pedig 24 000 és 15 kocsival. Úgyhogy ez egy kicsit jobb lesz. Így. Megnézzük, hogy víz van-e mindenhol. Hát persze, hogy nincs. Miért is lenne? Így most már van, és akkor van egy ilyen szemét feldolgozunk. És, azt hiszem, nem tudom, hogy megcsináltam-e, de szerintem még nem. Úgyhogy be kell egy kicsit körzetesíteni az egészet. Egyelőre ez. Így. Csinálni kell egy ilyen körzetet.
Így. Ez lesz a nem tudom milyen körzet. Ez lesz az Elmheikt. Jó, ez is beletartozik. Tehát egyelőre minden benne van, jó. És itt kiadjuk erre, kiadjuk parancsba, hogy újra hasznosítsanak. Hát kapjanak free wifi-t is. Hát kapjanak free wifi-t. Na. Így van, és akkor megvan a policy. Megvan ittnak itt a törvénykezések, és még mindig egy kicsit plusz vagyunk. Emberre már nincs annyira szükség. Viszont akkor elkezdhetjük a... Szerintem elkezdhetjük itt a fa kitermelést. Hogy állunk itt? Itt kéne. Így. Így. Ugye egyelőre annyira nem is kell. Oké. Okay. És már 4-es szintű. Azt hittem, hogy 3-as szintű, vagy 2-es szintű volt. Na mindegy, akkor már 4-es szintű a... Az előző részben lett a 3-as szintű. Na mindegy, 4-es szintű lett a... farmunk. Kapunk ruhagyárat. Megkapjuk a farm maintenance buildinget. Gondolom itt rendezzük a dolgokat, a farm dolgait, illetve ez is ad bónuszokat. Egy nagyobb tárolót, illetve azt hiszem ez a vágóhíd lehet. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, de mint a vágóhíd lenne. És az új bónuszok 29% plusz termelékenység, és 30% mínusz szennyezés, úgyhogy ez nagyon jó. És akkor beindítjuk az erdészetet is. És kell egy industria aréna. Aréna. Hát ugye ez itt az egész, majd ott kibővítjük később. Egyelőre így. Jó. És... ki is festjük ilyennel is. Csak azért, hogy be tudjam jelölni erdészetnek. Mert ugye úgy látom gyárakra is szükség van. És... így. Ja, nem ezt akartam. Nem ezt, és erdészet, ez a terület. Csak hogyha rakok ide le ilyen épületeket, akkor ne az legyen, hogy nem ezt akartam, hanem ezt. És le kell rakni először is a main buildinget, ezt ide rakjuk a sarokra. Ezzel pedig megnyílt, ezt mindig megnyitja nekem itt. Ezzel pedig megnyílt az egyes szintű forestry aréna, ahol lehet először is fűrésztelepet, kicsi fa ültetvényeket és kicsi log yardokat. Először is, nem tudom, itt 4800, ez annyit is tud. Igen, 4800-at tud. Azt hiszem háromféle fa van, úgyhogy kezdésnek háromfélét rakok le. Van egyszer. Legyen alder. Következő beech és konifer. Jó, állítsuk meg az időt, mert se áram, se víz. A vizet azt itt végig visszük az úton. Azzal nem lesz probléma. Így egyenlőre. Meg arra is elvihetjük. Hát majd későbbiek folyamán. Így. És akkor majd itt behálózzuk úgyis nem sokára. Illetve áramot kéne vinni. Mondjuk azt innen át visszük. Vagy nem is tudom, hogy kéne. Nézzük, hogy milyen áramtermelési lehetőségeink vannak. Egyelőre, nem is nagyon van rá pénzünk. Erre mondjuk nincs, mert ez 50 ezer. Ott nincs víz, ugye? Vízfelület, nem tudok ilyet rakni. Ez kevés lesz, mert ez csak ilyen 0-tól 8-ig termel. És főleg, hogyha nincs ott annyira szeles terület. Itt 6-ot termel csak, itt lehetne. Itt van 7 esetleg. Nagyobb a szeles terület. Szennyezőt nem akarok oda semmiképpen. Ez pedig csak vízre lehet. Úgyhogy ez itt megint csak nem jó. Ez pedig hogy termel? 0-tól 20-ig. És például itt 20-at termel. Úgyhogy ez itt jó lenne. De nem akarok nagyon. Úgyhogy lehet, hogy azt csinálom, hogy innen
Innen átvezetem az áramot. Menjünk, ott út van, ugye? Az a baj, hogy itt pont nem. Aha. Hát pedig nem akartam így épületeknél, de hát most akkor így lesz. Úgy akarom, hogy ne károsítsa az épületeket, mármint ne legyen útba itt az épületeknek. Na jó, indítsuk el, van víz, van áram, mindjárt. És kell, akkor ugye megindulnak itt a termelők. Oké, víz, 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 áram még, oké. És akkor nézzük meg, hogy az áramtermelésünk, hát kicsit csisszes, de még jó. Ez nagyon jó, illetve ilyen öko le kell raknom, mert ugye megvan két DLC azóta. Kicsit megálltam az időt. Ugye a parkos rész, a Park Life, illetve a Green Cities, a zöld övezet. Ugye vannak itt újabb olyan dolgok, például itt a kiömlőt ki kell cseréljem. Ilyen öko kiömlőre, itt is van. Hogy ne szennyezzük a környezetet. Csak ezzel az a probléma, hogy míg a sima kiömlő 120 ezer köbmétert enged ki hetente, ez csak 60 ezeret, tehát ebből dupla annyi kell. Tehát most 4 darab jelen pillanatban. Így. 4 darabot le kell raknunk, hogy meglegyen ugyanaz a mennyiség, illetve ugyanaz a víz szennyezés. Hopp, most le is ment egy kicsit, de gyerünk gyorsan, gyorsan. Lehet, hogy nem kellett volna így. Gyerünk gyorsan, nehogy visszaömöljön. Gyerünk már, üzemeljetek be. 1, 2, 3, 4. Ez az, beüzemeltek. Remélem nem lett szennyvíz sehol. Nem ömlött vissza. Jó. Na, akkor egyelőre jól vagyunk, illetve jók vagyunk. Nézzük a farmunkat, hogy állunk. Lassan szintet lép, és lassan eléri a max szintet. Jaj, nem. Igen. Kettő dolognak kell teljesülni ahhoz, hogy szintet lépjenek. Ugye egyszer a produkált termékek hetente, vagy nem is hetente, bocsánat, produkált termékek, ennek meg kellene a 13500-nak, illetve a dolgozóknak is meg kellene a 800-nak. Jelenleg 626 dolgozót tudunk foglalkoztatni, de ez nem probléma, mert ugye ez is szintet lépett, és vannak új dolgok. Ugye például ez a maintenance building, amit egyelőre nem tudok lerakni, mert 25 ezerbe kerül hetente. Vagyis hát 25 ezerbe kerül, egy kicsit rágyorsítok az időre, hogy legyen egy kis pluszunk. Ez annyit tud, hogy tudom, hogy van új building, hogy növeli a szintén a kapacitást, a storage kapacitást az épületeinknek. De nem lehet. Na, ide berakom. Jó. Akkor megint elfogyott a pénzünk, és mínuszba is lettünk hirtelen. Akkor itt azt hiszem nem lettek újak, jó, nem érdekel. Illetve Medium Fluid Field lett, azt hiszem, de hát ez már volt is. És akkor itt vannak, amik lettek. Ez volt. Azt hiszem, ő itt van. Ilyen, ez a kettő itt van. Ez a kettő, ami újdonság, a Milking Patrol, illetve a Slaughterhouse. Ezt tudnám még esetleg lerakni. Na jó, most már megindultunk 10.000-re. Ezt tudnám lerakni, mert ez 4800... jó, tudom. 4800... húst produkál hetente. Ez pedig szintén 4000-et produkál hetente. De most egyelőre még várok. Mert kell egy kicsit a pénz, hogy termeljünk, illetve itt kellene raktár, mert meg fognak telni itt a fás dolgok, most azzal kéne törődni egy kicsit. Ugye kell egy ilyen fűrésztelep, aha, kell az industria areát ki toljuk egy picit, mert ugye itt nem raktam ki az útig, és hát az úton túlra. Így kéne, oké. Illetve ezt a területet is egy kicsit kibővítjük, így. Ugye, hogy ez az erdészet, mert hogyha rakok le még gyárépületeket, jól van, rakok le majd iskolát is, nyugalom. Hogyha rakok le gyárépületeket, akkor erdészet legyen, és akkor ide tudok rakni egy fűrésztelepet.
ide mondjuk a maintenance vagy a main building-gel szembe, hogy dolgozzanak is, de viszont kell nekik egy legalább egy, de inkább kettő fa tároló, mert ugye lehetne itt például a raktáraknál lehetne médium, akármilyet, de így legalább biztos, hogy... És már most kigyulladt, most raktam, de már kigyulladt. Sőt, az egész ég. Ó, már itt is vannak a tűzoltók, remek, három... Ah, el is oltották, hat kocsival kijöttek. Na igen, és ezekre kell most odafigyelnünk egy kicsit, ez megvan, folyik a termelés, megnézzük, hogy állunk, de szerintem szintet is lépett, mert nem... Ja, de itt van. Oké, 500 kell és 150 dolgozó. Jó, hát ez lassan fog szintet lépni, egyelőre kicsiben haladunk, majd... Na, ne akadj. Majd idővel felfejlesztjük. Megnézzük, hogy vannak-e ilyen elhagyott épületek. Nem nagyon. Jó, csak ez a kicsi volt. Ott sincsen. Itt. Na, megint a kukára panaszkodnak, úgyhogy lehet, hogy ide valahová rakok egy... ide rakok egy... Oké, tudom. Egy hulladékfeldolgozót. Ugye egyelőre még csak ezek vannak. Ezt tudom rakni. Ez viszont minimális... van zajszennyezése is, illetve környezetszennyezése is. Úgyhogy megvárom ezt. Mert ennek nincs... ennek nagy a zajszennyezése. Viszont kicsi a környezetszennyezése. De most egyelőre még ezzel is várok. Na. Mert azért így haladnak. Igaz, hogy lassan, de haladnak. Na, szóval akkor nézzük meg az ellátást. Egyelőre... ezzel nincs baj, kórházzal nincs baj egyelőre. Temető van, és el van látva egyelőre, úgyhogy azzal sincs baj. Jól van már, hát de ezt utálom. Nézzük akkor a tűzbiztonságot. Hát igen, tűzbiztonság nem a legjobb, úgyhogy ide a város szélére, és ide még elfér a víz mellé. Ide tudok rakni egy tűzoltóságot, illetve ide kéne a farm rész mellé, vagy hát az erdészet mellé. Hát és igen, itt a farm részhez is kéne, mert nagyon nem lenne jó, hogyha kigyulladnának. És ide is ide tudnak jönni, csak elég nehézkesen, de majd ezt megoldják. A rendőrség az aránylag jó, de viszont a kukásokkal valami probléma van már megint. Ja igen, ezt akartam még. Hol van a kukás? Itt. Tele van mind a kettő. Remek. Akkor ezt viszont elkezdjük üríteni. Illetve rakunk le még egyet, mert nincs elég szeméttároló. Így már talán megoldódik a kuka probléma. Na. Így már van elvileg a 45 autó. Szépen, jó, szépen lassan megoldanak a problémák. Na, akkor haladjunk tovább. Akkor a rendőrség az egyelőre még így jó, ott még lehetnek problémák, de majd később. Na, és akkor nézzük, általános iskola. Egy darab általános iskola van, úgyhogy le kell raknunk egy középiskolát is. Vagy hát egy főiskolát. Lerakjuk ezt a főiskolát. Csak nem ide. Hanem... Ide kéne valahova, pont ide a központba. Hát nem biztos, hogy itt a legjobb. De így legalább el van látva mindennel. Hanem inkább ide valahova. De be a belvárosba. Itt lenne jó, ha elférne. Ja, ott az álcsuli is, ugye? De nem, itt van, ez mi? Ez egy álcsuli. Ott van már egy középiskola. Akkor nem tudom, mit aggódnak. Hát van ilyen, nézzük meg, hogy az igényeket. Hát igen, lenne át iskolára még lenne igény. Ez egy sima általános iskola. Ez pedig a Community School, ez is egy általános iskolának felel meg. Ezt mondjuk lerakom ide. Illetve van ez a Creative Art, ez 800 férőhelyes iskola, ezt pedig lerakom ide, kicsit leromboljuk itt a embereket. De így viszont megnőtt már a kapacitás, mind általános, mind középiskolával, hát nevezzük középiskolának, így jó. 550, igény az 276 lenne, 70% tanult, high schoolba pedig 49%, de itt is duplája szint az igény. Egyetemre is lenne igény, de hát az majd csak 6000
6000 főnél lesz. Arra még rá kell egy kicsit gyúrnunk. Na jó, akkor nézzük, hogy mivel hogy állunk. A többi az aránylag jó. Parkosítás megvolt. Erdészetet nézzük meg, hogy áll, hogy halad. Azt mondja, mindjárt eléri az 500-at, illetve a 150 dolgozó is majd lassan meg lesz. De újra emberekre lenne igény, úgyhogy itt ki kell bővítsem továbbá a területet, továbbra is. Remélem lesz rá a pénz. Így egy kicsit elindulunk erre. Lesz egy ilyen főút. Így. És. Hát itt is lehetne még valami területet. Csak nem tudom hová fogom, itt hogy fogom csatlakoztatni. Innen jöhet. Igen, attól féltem, hogy nem. Így viszont jöhet. No. Így. Na jó, akkor be lehet hálózni. Nem van még pénz, ott még valami new buildinget írt. Ez a rész már szerintem lehet ilyen fásabb. Így. Be fogom hálózni egy picit. Ilyen nagyjából egyenes hálókkal. Nagyjából. Amennyire engedi. Na, ez itt túl messze van, így. Oké, ezt így meghagyom egyenlőre. Lehet, hogy itt majd csinálok parkot később, mondjuk ezt itt át lehetne húzni. Kicsit arrébb, mondjuk máshogy nem lehet, mert ott a... Ott az út. Úgy. Lehet, hogy ezeket is át-upgrade-elem ilyenre majd később. Például itt is át lehetne húzni utakat, és akkor úgy megoldani a problémákat. De egyelőre akkor jók vagyunk. Nézzük a vízellátást, igen, szokás szerint. Nem? Mondjuk itt húzzuk át. Jó. Itt húzzuk át. Jó, és akkor még egy. Így. Na, vízellátás megoldva, áram is lesz majd. Igen, ez már egy kicsit problémásabb. De most egyelőre ember, és majd kell némi bolt is. Mekkora a lakosságnál lesz a nagy, ugye most lesz, ügye, igen. Most lesznek a nagy sűrűségűek, 6000 főnél, tehát még 1500 embert be kéne valahogy súvasztanunk, mondjuk ezt a területet itt be emberesítem, ezt a kettőt, így, és akkor talán azzal meg lesz az 1500 ember, főleg, hogyha upgrade-elődnek az épületek, illetve kell némi bolt, azokat mondjuk ide rakom egyelőre. Jó, egyelőre ez a terület így szép, jó. Ugye áramot kell majd biztosítanunk, a víz az bőségesen van, áram az igen. Nem akarok 50 ezret költeni olajra, na nézzük, az olaj a 120 wattot termel. És majdnem 2000 a havi költsége, ő 40-et termel és 5-60. Árban, vételi árban mindenképpen ez éri meg jobban. Utálom már ezt a new building dolgot már. De költségben viszont ez. Mert ebből 3-at lerakok, az még mindig csak 1500, 1700, ez meg 2000. Hát lehet, hogy egy ilyet még le kell rakjak, hogy azért biztosítsuk tényleg ma a teljesen a áramellátást. 135 watt az már biztos. Jó, és akkor várni kell, hogy beköltöznek az emberek. Úgy látom, ez még nem lesz elég. Hát jó, itt még akkor csinálok egy ilyen áthaladást. Így. És akkor oda még rakok le embereket. Itt van a lakóházakat, nem embereket. Jó. És meglátjuk, de viszont ezt át kéne upgrade-elnem, mert rossz utat választottam. Ezt akartam. Így. Ezeket az utakat is át fogom itt upgrade-elni.
később majd a többit is, de most egyelőre ezeket csak. Jó. Jó, emberekre már nem nagyon van igény. Boltok kellenek, hát azok ott vannak. Hát nem nagyon lesz meg a 6000-es létszám, ahogy nézem, de viszont itt talán akkor, igen, hát még pár ember kell. És munkahely nincs, vagy ember nincs, nem tudom. Hát rakok le még három ilyen területet, ilyen fás területet, hogyha van annyi pénz, hogy azzal is meglegyünk. Illetve mi van még itt? Mert semmi igazából. Három ilyen fás területet lerakok. Jó. És akkor itt is. Alder. Beach. És... Conifer. Jó, most már elvileg meg lesz annyi. Meg lesz, a 206 dolgozó elfér most már. Mindjárt meg is lesz. Másodperceken belül 5 ember kell. Gyerünk. Jöjjetek, jöjjetek. 4. 3. 2. 3. 2. Iszok egy-egy gyorsan, ami meg lesz. És meg is van. Kettes szintre lépett az erdészetünk. És új építmények. Biomassa üzem. Itt lehet azt hiszem műanyagot gyártani. Talán vagy, nem is tudom mi. Bútorgyár. Fűrész, por, tároló. Ugyanúgy, mint a farmnál. Itt is vannak dolgozói barakkok, illetve kicsi csemete területek. Jó. Megnézzük, hogy itt miket tudok elhelyezni, mert például az ilyen üzemeket, nem tudom, hogy van-e annyi 10. Ugye a csemeték, azok már 6400 unitot termelnek. Hát itt lehet mondjuk 1, 2, 3-at, így, akkor a greenhouse, akkor 4-et, mert akkor mindegyik különböző termel. Így. És akkor kettő ilyen, kettő olyan. Field. Na nem, ez lesz a field még. Akkor egy ilyen, egy olyan, egy ilyen, egy olyan. És akkor a dolgozó barak, azt tudom, hogy jó nagy, de egy olyat is le kell raknunk. Így. És ez. Ez is 5%-kal növeli a hatékonyságot. De ebből lehet, hogy le kell rakni. Hát nem, kettőt nem egyelőre egyetlen rakok, és nagyon megugrott az igény az emberekre. Semmi baj, majd foglalkozunk velük. Illetve kell nekünk, ez már működik egy, kell nekünk majd egy ilyen biomassa dolog, amit majd talán ide lehetne rakni. Csak ki kell bővítenem. Ó, de nem oda kellene, hanem inkább ide, de ott meg nem biztos, hogy el fog férni, mert ilyen ez a terep, igen. Ettől féltem, hogy nem egyenes a terep. Milyen kacskaringósan raktam le. Na mindegy, törlünk, majd utána újjá alakítjuk. Na. Így. Aj, nem hiszem el, ezt át kell rakjam addig. Na. Ide se tudom elrakni, mert nem iparterület. Itt talán a másik felén. Na, ezt nem szeretem. Ide le tudom rakni egyelőre, mert iparterület. És akkor nem egy irányú kell, hanem ilyen. Így. Így. És akkor a fieldeket hozzá lehet csatolni. Így. 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 Itt még maradtak is helyek. Remélem ugyanazokat rakta vissza. Nagyjából. Akkor a barakkot is visszarakjuk. Egy kis pénzkidobás ez most, de sajnos ezt meg kell lépnünk. És ide most végre ide fér ez a biomassa üzem, ami papírt termel. Igen, ezt elfelejtettem. Papírt. És itt még lehet, hogy azért törlünk egy kicsit. És próbálunk még egy kis egyenes utat húzni.
aránylag, hogyha esetleg oda kell még valamit rakni. És ide lehet, hogy el kéne kezdjek rakni valamit, illetve megnézem, van-e még. Igen, a fűrészpor tároló. Ezt talán ide is ide tudom rakni. Ide tudnám. Ide még pont ide tudom. Úgyhogy itt tudunk tárolni fűrészport, illetve ravdustot. Jó, meg azt mondtam, az ugyanaz. Na jó, gyerekek, szerintem egyelőre ennyi lenne. Megnézzük, hogy hogy állunk vízzel, meg ilyesmivel. Van minden. Áram is még aránylag van, és akkor beindulnak itt a dolgok. Igen, tudom. Kell majd építenem. Hát jó, akkor egyelőre. Egyelőre nem tudok mit csinálni, be kell emberesítenem a területet, mert igény van nagyon az emberekre, úgyhogy ezt beépítem. Aztán majd következő részben, ahogy szintet lépünk, és meg lesz a 6000 fő, akkor majd át fogom alakítani ezt ugye nagy sűrűségűvé. Na de megállítjuk az időt, megállítjuk a játékot, mármint így. És elköszönök. Legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!